8 éve nem emelkedett az illetmény alap a közszolgálatban, ezért először a végeken dolgozók, akik közvetlen kapcsolatban állnak az ügyfelekkel, kapnának közel 30%-os keresett növekedést, mondta a televíziónknak a területi közigazgatásért felelős államtitkár. A teljesen új alapokra helyezett közszolgálati életpályát csak magas szakmai végzettséggel rendelkezőknek alakítanák ki, egy kifelé zárt, belül azonban átjárható rendszerben. Kovács Zoltán hozzátette, az őszi parlamenti ülésszakban várható a béremelés és szükséges jogszabályok elfogadása. A 2016-os évben 25 milliárd áll rendelkezésre a területi közigazgatás közép és alsó szintjének, azaz a járási hivataloknak és a megyei kormányhivataloknak az életpálya modell bevezetésére. Ezen most dolgozunk egyébként, amely még nem dőlt el, hogy a jelenlegi átírása vagy egy teljesen új típusút fogunk létrehozni, ebbe egy komoly társadalmi vitát szeretnénk, bevonva az érintetteket, a járási hivatalvezetőket, a kormány megbízottakat. A szövegszerű része kész, ebben én afele nyomnám el a rendszert, ha használtam ezt a kifejezést, hogy a teljesítmény legyen az elsődleges, ne csak a kvalifikáció, ne csak az élet pályán eltöltött idő. Ugye az nem sarkalja minden esetben a teljesítményre a dolgozókat, tehát összesen ezeknek a kombinációjából szeretnénk egy új életpálya modellt. Az államtitkár hozzátette, a kormány az egyik fontos feladatának tartja a közigazgatás reformját. Tartalmilag és formailag is megújítják az államot. Az eddigi intézkedések mellett az ágazati módon fejlődött szakrendszer átjárhatóvá tételét szeretnék megvalósítani. Folyik a digitális állam kiépítése, az elektronikus ügyöntézés támogatása, hogy az állampolgárok minél több ügyet intézhessenek el otthonról. Az elektronizált ügyeknek a számát szeretnénk növelni. Az egyik fontos kérdés az, hogy különösen a fiatalok körében rendkívül elterjedtek az okostelefonok, az informatika. Az ő számukra szeretnénk nyitni, hogy otthonról lehessen jó néhány ügyet intézni. Erre ma is van már lehetőség. Ezt szeretnénk kibővíteni. Ez természetesen az országnak egy jelentős fejlődésen kell keresztül menni, hogy a széles sávú internet minél szélesebb strádán, elektronikus strádán tudjanak közlekedni az azt igénybevevők. 2018-ra gyakorlatilag mind a 3,5 millió háztartásban lesz széles sávú internet. A másik fontos lépés, hogy ágazati szakrendszeri fejlesztések történtek. Ez egy kicsit érthetetlen mondjuk egy hétköznapi ember számára, hanem hogy külön fejlesztett informatika rendszert, a közlekedési ágazat, a földhivatal, ezeket szeretnénk átjárhatóvá tenni, így az ügyintézést hatékonyabbá meg gyorsabbá tenni. Az államtitkár azt is elmondta, jövőre az állam 10 milliárd forinttal kevesebb igazgatási szolgáltatási díjat szed be. A jövő év elejére összesen 278 kormányablakot szeretnének az országban működtetni, és a jelenlegi ügyszámot több mint a duplájára emelnék.